Jó. Sziasztok! Szolók Robert vagyok, az EUS-nél dolgozom, mint fejlesztő, és a tavalyi évben sok minden mellett az egyik kattogásom az a latency volt. De hogy milyen latency? Hát általában web alkalmazásokat fejlesztek, úgyhogy hát a network latency. De hát milyen számokról is beszélünk, és igazából itt ez a kettő piros kockáról beszélünk. A felső az az 1 megabyte felolvasása egyes SSD-ről, az alsó az meg egy paketnek a roundtrip-je Kaliforniából a hollandokhoz. Elég nagy különbség van a kettő között, és mivel ilyeneket csinálok, ezért ezek a fekete nyilak, ezek nagyon lassúak tudnak lenni, főleg, hogyha sok van belőle. Úgyhogy mi lenne, hogyha fognánk az adatot, és odaadnánk a böngészőnek. És utána ott lenne a böngészőbe bent, ahogy még a Flaki is elmondta, és nagyon gyors lenne, minden szuper lenne. Ezt meg is tudjuk tenni, van a böngészőbe adatbáziskezelő, nem gyors, de egyébként jó, kivéve azt, hogy nagyon borzasztó programozni. Request response API-t ad, nagyon gyorsan el lehet érni a callback-hel. Hogyha mégis ezzel szeretnétek dolgozni, akkor itt van ez a DexIS, használjátok azt. Oké, de hát lokálisan vannak az adataink, ez nagyon jó volt 1990-ben, vagy korábban, de azért 21. század van, szeretnénk megosztani az adatainkat, tesszük ezt mivel, hogyan, hogyha minden adatunk a böngészőben van. Van egy olyan adatbázis kezelő, ami képes arra, hogy megossza az adatokat, és tud szinkronizálni. Ez igazándiból, ez egy páros. A CouchDB lakik a szerveren. Ami nagyon fontos a CouchDB-ből az az, hogy master-master replikációt tud. Igen, majd sör mellett ezen majd még vitatkozunk. De ami a másik fontos dolog, az a PouchDB, ő pedig tud szinkronizálni a Couch-sal, és azt kell róla tudni, hogy egy JavaScript-be írt adatbáziskezelő, és a CouchDB inspirálta. Elég jól követi az API-t. Oké, így néz ki az architektúrán. Egyébként az, amit a Flaki mondott, azért direkt nevet a fehér téglalapba raktam bele a cuccot. A legjobb az, hogyha ezt egy workerbe tesszük, ezt a kis adatbáziskezelőnket. Az adatbáziskezelőnk az beszélget a CouchDB-nkkel, a worker meg beszélget a mainline thread-del. Nagyon gyors lesz, tényleg, tök jó. Így néz ki. Ez az összes kód, amit ma mutatni fogok, úgyhogy nem kell megijedni. Csinálunk egy adatbázist, belepakolunk valamit, csinálunk egy event handler, ami hallgat a change-ekre. Ugye ez az, amikor majd szépen módosítgatjuk a kinézeteit az alkalmazásunknak, vagy hát update-eljük a view-unkat, és replikáljuk erre az URL-re. Ennyi. Hogyha ide a végére még rakunk egy objektumot, amire azt mondjuk, hogy mindezt live-ban csinált, akkor ezt folyamatosan fogja csinálni. Tehát, ha bármit berakunk a kis adatbázisunkba így, akkor ez fel fog kerülni a szerverre. Így. Volt szó Flaki előadásában a Pokédexről. Na, a Pokédexnek az, hogy ott föl lehetett sorolni egy csomó mindent, hogy 60 FPS-sel megy az animáció, meg offline-ban működik, meg szuper jó, meg minden. Na, az ennek köszönhető. Annak köszönhető, hogy van egy PouchDB-nk, van egy couchunk, van egy folyamatos szinkronizációnk, és egészen addig, amíg az első szinkronizáció meg nem történt, akkor addig lehet fallback-elni a cloud-ban lévő szerverre. Ugyanis a Pouch-sal tudunk hívni egy bármilyen másik URL-en lévő adatbázist is. Igen, szóval bármilyen másik cloud-ban lévő adatbázist, ezek
szolgáltatók. Az IBM-nek van egy cloud nevezetű szolgáltatása, az egy CouchDB. Van az Iris Couch, ami szintén egy CouchDB szolgáltatás. Van a Couchbase, ez nem szolgáltatás, ez egy adatbázis szerver. Nagyon gyors. Ez úgy született, hogy a Membase-nek a kitalálója összeállt a CouchDB-nek a kitalálójával, és a Membase adta a idézőjelben a backendet, a Couch-nek a kitalálója pedig adta a szinkronizálást. És egyébként, mivel trendik vagyunk és hippek, ezért Node.js-sel is tudunk futtatni CouchDB-t. Aztán van az, amikor tulajdonképpen mi nem is szeretnénk adatbázis kezelőt a cloudba, meg semmi se. Van két böngészőnk, azt szeretnénk, hogy a két böngészőnk ossza meg az adatokat egymással. A WebRTC-n keresztül ugyanúgy szinkronizálunk. Tehát hogy ezt úgy kell elképzelni a valós életben, hogy van két böngészőnk, nincsen szerverünk. Két statikus HTML oldalunk van, és a kettő között az adatokat meg tudjuk osztani. Kérdések? Neked a világos szkenárió, hogy két konkrét böngésző, akik tudnak egymásról, vagy pedig tetszőleges számú emberrel is akár megosztható? Ez a kérdés az volt, hogy akár tetszőleges számú emberrel is megoszthatom el. Kell valamit? Melyik szenárióban? Ebben az utolsóban? Igen. A szerver nélküli szenárióban. Hát ott ugye, mivel a WebRTC az peer-to-peer kapcsolat, ezért neked kell gondoskodni arról, hogyha több peer-rel akarsz megosztani, tehát le kell programozni, és igen. Na, ez már egy érdekes kérdés. A gond az az, hogy ugye IndexedDB-re épül az egész, és az IndexedDB-nek az, hogy mennyit enged, tehát hogy mekkora a kvóta, ez böngészőnként változik. Chrome-ban ez úgy néz ki, hogy a gépeden lévő szabad helynek a 20%-a, azt hiszem, annyi az a maximum. Safari-ban ott WebSQL van, illetve azt hiszem, hogy az ott lévő a PouchDB WebSQL-t használ a Safari-ban. De a Safari-t azt azért tudom, mert hogy most volt vele egy hörgés, hogy az IndexedDB, ha azt kell használni, akkor kér 5 megabyte-nál egy user akciót, és utána meg bármennyit enged. Firefox, ezt meg Flaki megmondja. Általában szabad terület. Tehát, hogy ez a elhaladó tehát, hogy szabad terület arányában, igen. Aha, hogy mennyi szabad hely van. Hát az, hogy mikor kérdeznek, vagy rá, hogy mikor mennyit, akkor az bőgészek jól vár. How do you do authentication? How do you prevent a user from getting created with the JavaScript console and looking at another user's data? Actually, CouchDB has a pretty good authentication mechanism, and you can authenticate to the CouchDB or provide username password for the Pouch, and it will authenticate to the Couch during the synchronization. Viszont a szerver nélküli verzió az kell egy turn server, hogy a UTF megcsinálja. Ez egy tévedés. Ezek a szerverek, ezek akkor kellenek, hogyha kényelmesen akarsz dolgozni. Meg lehet csinálni a WebRTC-vel azt, hogy amikor felépíted az elsőnek a kapcsolatát, akkor van egy handshake adat. Ha azt a handshake adatot el tudod juttatni valahogy a másik böngészőbe, akkor felépül a kapcsolat. De mivel építed fel a kapcsolatot? Tehát, hogy a másik böngészővel rögtön direkt felépíted? Nem, mondjuk egy képbe elkódolod, egy QR kódba. Ja, értem. És utána azt a képet, azt megmutatod a másik gépnek a kamerájának, és akkor így átvitted az adatot. Tehát igazán, ha nagyon akarod, meg tudod oldani, hogy ne legyen semmiféle szervered. Aha. Sör mellett? Következő kérdés. Oké. Köszönjük szépen.